Hello, sziasztok! A minap voltam a boltban, és ugye van ez a sorozat cél, hogy ilyen érdekes dolgokat, mert hát nem lehet ott hagyni, nem lehet ott hagyni. Ugye mész a boltba, görög joghurt, csokoládé, kiwi, citrom, forrasztóállomás, darált hús, zsemle, ezeket ugye felismered, ezzel nincs para, hát ilyet minek venne meg egy ember, nem? Hát ezt tudja már, hogy mi az. Na de, amikor ilyet látsz, hogy pisalist, vagy valami ilyesmi, akkor ezt úgy nem lehet ott hagyni. Hát normális ember ilyet, nem tudom, hogy ez mi ez, vagy valami, vagy egyébként ez a ehető zsidó cseresznye, vagy földi cseresznye, meg ilyen. Egyébként az a para vele, hogyha valamit láttok, ami így néz ki, már nem így dobozzal együtt állítólag, hanem így külön, akkor az mind mérgező, azt meg ne egyétek. Egyedül ez, meg hát azt tetszett meg benne, hogy ez kolumbiai. Ugye? Hát ez a Kolumbia, hogy megjött az anyag Kolumbiából, hogy kóstoljuk már meg, hogy mi ez, pisalis. Gondolom ezt a Bartosnak szánták azt a részét, hogy nem azt kéne megenni, csak le kéne róla szedni ezt a golyót. Szerintem ezt a golyót kéne megennünk. Hát fantasztikus. Hát, szerintem ilyet nem egyetek. Ugye ezért még pénzt is ad. Én nem tudom, általában zöldséggyümölcsnek élvezeti értéke van, ennek nincs. Milyen íze van? Kesernyés. Ilyen, kesernyés. Ugye romlott rohadt cseresznye, körülbelül, vagy valami olyan. Ja, a cseresznye meg a pitypang. A pitypangot cseresznyével összerágott talán az hasonlít. Nagyon fantasztikus, megérte. Hát nektek meg főleg, mert ilyet nem vegyetek, ha ilyet láttok, inkább iratkozzatok fel, hogy így helyettetek ezeken túl legyek én. Hát, sziasztok!